1 millió dinár vissza nem térítendő támogatást osztotta ki a Zenta községi juhászoknak kosokvásárlására. Ezzel a génállomány is javul, valamint az ágazat is fejleszthető. Az adottságok, a klimatikus viszonyok lehetővé teszik azt, hogy a meglévő legelőkön ezek a juhok elszaporodva szinte azt lehet mondani, hogy minél olcsóbban, minél kisebb költségekkel, de jelentős eredményt tudnak elérni a jószágtenyésztés vonatkozásban. A juhászok örülnek a támogatásnak, mert húsfajtákkal, azaz a Württemberggel és az Île-de-France fajtákkal lényegesen fellendíthető az ágazat. Javul a fajta, mert ez húshasznú állatokat kaptunk, ezek tényleg arra megyünk, hogy minél húsosabbak legyenek, könnyebb kitartásúak, ellenállók a betegségekkel szemben. A juhászat nem munka, hanem életforma. Ezt szeretni és becsülni kell, igazán csak úgy érhető el eredmény. A Novák gazdaság távlatot lát a juhtenyésztésben. Tovább szeretnénk fejlődni, a fiam vett át most már a gazdaságot, az ő nevén vannak a birkák, ő a regisztrált termelő, és akkor hát így bízunk hozzá, hogy hát bírunk még egy kicsit fejlődni. A községben ígérik az állattenyésztés további támogatását. A költségvetésből nem csak a juhászoknak, hanem a szarvasmarha és sertéstenyésztőknek is jut pénz.